mindenkit, Nekrokrim vagyok. Jöjjön egy pénzformulás magas fokon című videó. Valószínűleg lesz önökileg ez nem újdonság, de ugye megszokhattatok, hogy ha nem tudok valami extrát hozzátenni ehhez az adott dologhoz, akkor arról nem is csinálnék videót. És amúgy meg ugyebár ritkán csinálok fegyverekről videót, vagyis leginkább nagyon nem csinálok fegyverekre videót, már úgy könyörögtök néha Facebookon, hogy csináljak már egy fegyveres videót erről, modolást, arról, arról, de őszintén szekvetek, srácok, nem érdemes fegyverekről semmilyen videót csinálni, mert azt úgy modoljátok, hogy nektek jól esik, mert megvannak azok a kötelező modok, de ha van egy fegyver, amiről úgy gondolom, hogy különleges, valamilyen szempontból azt megosztom veletek, mint ahogy ugye megosztottam uh, régebben is a Shattering Impact által okozott jótékony hatást egyes kardoknál, és most meg kicsit rátérünk a Sekura Lektára. Sekura Lektát ugyebár kinél is lehet elérni, Perin Sequence-nél lehet elérni, és egy nagyon jó kis ostor. Nem azért, mert erős, mert nem mondhatni kifejezetten erősnek, illetve ezt majd még, erre majd még rátérünk, hogy erőse a vagy sem, hanem azért, mert ennek van egy nagyon jó passzívja a karnak, és itt jön az a dolog, ami sokatok számára nem újdonság. Ennek a karnak a passzívja ugyebár pénzt termel. Elképesztő mennyiségű pofátlan sok pénzt termel, ha ölsz ha ősz vele, sok pénzt fogsz termelni. Na most ugye a nagyon tapasztalt játékosok az kombinálják a nekrosszal, vagy a kromával, valamivel, és elképesztő mennyiségű kreditet tudnak kifarmolni. Ám ez, ennél a két karakternél a Sekura Lekta problémákba ütközik. Ugyanis Sekura legtába alapból nem sok damage van, és nem sok damage jár bele az az igazság, és nagyon kicsi a kritikus esélye, ami egy kritikus dolog volna, hogyha magas szintekre akarunk vinni egy kardot. 5% csak az a bizonyos kritikus esély. Magas a státusza, de azzal magas szinten szinte semmit nem érünk el. Na most mégis, és ugye emiatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni, és ott hagyni a polcon ezt a kardot, ezt az elképesztően jó kardot, vagy éppenséggel csak ilyen 20 perces ránokra... Um, visszük, amikor lehetne 100 pluszos, 200 felé haladó enemik ellen is használni. És most megint itt jön egy olyan dolog, ami sokatok számára nem újdonság. Hát persze nekro, hát csak belerakok egy maiming strike és akkor 90%-os uh, eséllyel, kritikust ütök, vagyis hát vég halálos ütést ütök arra a mobra, legyen akár 5000 szintű, is, azonnal megszáll. Nos, ugye a Maiming Strike-ról, ezt majd később még rátérek a módolásnál is, a Maiming Strike-ról nem mindenkinek van, és nem mindenkinek van benne a játék A Mi mit mit csinál? Slide atakkal, vagy becsúszós támadással 90% esélye kritikust fog ütni, vagy halálosat fog ütni, inkább így mondom. Na most, akinek megvan a maiming strike, az boldog, én eladtam. Tehát annyira, hogy ott volt az egyik legjobb kardozós mod a Warframe univerzumba, tényleg, a maiming az egyik top 10 kardozós mod, és egyszerűen ott hevelt a polcomon, ezt már elmondom oldalásba is, mert hogy nem használtam ki, mert a játék stílusomban nincs benne az a fajta támadás, amit a maiming megkövetel. Így én csináltam rajta 500 platot, hm, köszönöm szépen. De mégis, ugye, Mégis itt vagyunk ennél a karnál, és arról beszélek, hogy 100 pluszos, 200 felé haladó enemiknél is nagyon hely tud állni egy egyszerű um, modolással gyakorlatilag, és nem az a modolás a trükk, hanem a karakter, amit vele viszel olyan messzire, és olyan hatékony tudjon lenni 100 plusz, 200 felé haladó um, enemiknél, és, az, és itt ütközik problémába, ugye a Sekuro Lekta, hogy nem a nekrosz, nem mintha bírná a nekrosz, eh, addig csapat nélkül, és nem a kroma, mert ő bírná, de nem a kroma az, amelyik megoldásra fog vezetni eh, magas szintű pénzformulós eh, küldetéseknél. Hanem, hölgyém és uraim, a két legnagyszerűbb karakter eh, erre, a kettő bármelyik lehet azon karakterek közül, melyek finisherre nyitják meg az ellenfelet. És most nem feltétlenül arról beszélek, hogy finisherrel kell megölni. Egyértelmű, ha finisherrel ölsz meg valakit, akkor elképesztően nagy damage fogsz kitenni egy adott pillanatra. Na de ennek a karnak az esetében valamilyen szempontból, elképesztő damage kezd el kiosztani, és kritikusokat ütni. Ezt most uh, hamarosan be is bizonyítom nektek, hogy hogyan működik. Ugye, kritikus esélye iszonyat kicsi ennek a karnak. Tehát szart se üt, nagyon nehezen üt kritikusokat. Ez azt jelenti, hogy a magas szintű ellemiket, mindegy milyen az, nem bírja ledarálni. És ez kimutatkozik már a száz körüli ellenfeleknél is de mégis megoldja a Necros, az Excalibur például, ez a két karakter megoldja, hogy ez a kard hatalmas kritikusokat üssön, nem beszélve a finisher damage-ről egy bónusz extráknak is most jöjjön mindenre a bizonyít. Ami a módolását illeti ugye ennek a kardnak, gyakorlatilag egy, -egy kis uh, csodafegyvernek. Ugye a Maming Strike-ot megbeszéltük, túltettük magunkat rajta, a katasztrófa megtörtént, ez van, nekem volt 500 platom ebből, és boldogsággal eltöltött az ügy. Uh, úgyhogy uh, beszélgessünk arról ugye, hogy mik, egy prime reach igazából, uh, vagy a reach, igazából, akinek tetszik, rakja bele, akinek nem, nem. Ennek helyébe bármilyen modot belerakhatsz, amivel erősítheted csak ezt a kardot, például. Én három formát raktam bele, csak úgy poénból, mert miért ne, hogy kijöjjön minde így ez a modolás ezekkel a modokkal. Amint látjátok, raktam bele egy Lifestrike-ot, azért, mert tényleg magas szintekig akarom vinni ezt a fegyvert, hogy hosszú ideig maradjak, és tetvesül sok pénzt ki tudjak, vagyis kreditet ki tudjak farmolni uh, a Warframe-ről. De ha az a játékos vagy, aki ezeket a 20-30 uh, perces, perces uh, ránokat csinálja, akkor ajánlom neked uh, amúgy szeretettel um, a, 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 hol vagy True Steel. True Steel. Tudjátok miért? Mert fölemeli egy kicsit azt a kritikus eszét, azt csak 8 ra Érted? És ebben az esetben az a 8 mivel hogy gyorsan csap a fegyver, hamar elkövetkezik, hogy beadja azt a kritikust. Ezt abban az esetben, hogyha ilyen kroma, nekrosz futamokat csinálsz, ilyen 20-30 perceket, nem többet, odamész egy true stiller, bekapcsolod a nekrosz, nekrosz formulását, a kroma-nak az ultiát, és darálod a népet, ahogy tudod, és farmolod a pénzt 5000-rel, és 20-30 perc alatt fantasztikus mennyiségű lóvét fogsz tudni kiszedni. De, de viszont, hogyha egy karakterrel nagyon sokáig tervezel menni, és úgy egy húzamba farmolni egy kis pénzt, akkor ugye nálam a life strike a nyerő, mindig, ha valami pánik lenne, nem mintha inarasz le lehetne ütni kb. Csak az már nagyon nem kell figyelni, hogy, hogy az inarasz elessen valahol, de ha pánik lenne, ott a strike. De például az Excaliburnak, Feltétlen kell a live és ugye ezzel a karddal fantasztikus öm, végletekig lehet elmenni ö, vele. Nos, ez lenne az a modulás, amit én ajánlok el a kardra, egy Radiation Viral kombót. Nos, a következő pár jelenetben beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miért annyira hatékony a Sekura Lekta, és miért nem pánik, hogyha nincs Maming strike -ot? Persze, hogyha van 500 platod, akkor vegyél egy Maming strike nagyjából annyit ér manapság, de ugye, mint ahogy én mondtam, és nekem a játék stílusomban el volt benne, és hogy itt megnézitek, ugye nem használtam a Necrosnak az egyes képességét, és a damage, amit ki tud tenni ez a kart 135-ös enemiken, az felére arra, hogy egy idő után fel is adom. Nos, ugye, nekem eleve nem volt benne a játék stílusomban a Strike. Tehát az, hogy szlájdója, forogjak, és úgy vágjak, és akkor majd az beadja nekem, nekem annyira nincs benne meg és, és ugye mondhatjátok jogosan, hogy hát ö, persze, persze, de hát a régi warframe annyit kellett kopterezni, ugye és nem szoktál hozzá. Nem. Egy-két elemit mindig becsúszok, úgy becsúszva leütök, de attól függetlenül ö, valahogy nem sikerül sosem megszokni, az, hogy folyamatosan kopterezve kardozzak, így nem, nem volt belőle, és egyszerűen a Strike folyamatosan ott lapult, és, és egyetlen egy kardba se tettem bele végül. Nos, viszont, amint itt meglátjátok, itt már használtam a Nekrossznak az első képességet ugyanazokon a 135-ös elemeken, és, és higgyetek el, ebből az Infestet a problémásabb elemi, hogy úgy mondjam, hogyha ennek a karnak a Funkciójára kerül a sor, és ugye a Necros, illetve Excalibur, illetve azon Warframe-ek, amelyek Finisherre nyitják meg az elemit, egy extra bónussal vannak. Tehát sokat ne számolgassuk, ugye csak <gül> inkább el <laughs> kéne hinni. De az a lényeg, hogy az Excalibur és az Iran Rossz például, ugye, hogyha a vakítást használják, akkor kapnak egy kis damage multiplier a kardra, és gyakorlatilag minden kardot erősebbé tesznek. Nem beszélve arról a kis felelhető bónuszról, ugye, hogy fogják és tényleg finisherrel ölik meg uh, az enemit. Tehát például itt ugye bombardokat megfogom, nyak körbe, puff, le is zúzza 135-ös enemit, a keményebbeket, mint egy bombard vagy heavy gunner eximus, amit láthattok majd a Későbbiekben is nagyjából egy Max 2 uh, finisherrel le lehet zárni. Szóval ezzel mondom, hogy föl-föl lehet tolni äh, azt a bizonyos határt, és uh, nagyon durva uh, de ki lehet osztani. És miért? Választottam ugye a Radiation Viral-t, hát aki ismer, vagy nézi a videót, mm. hát az tudja, hogy szeretem a Radiation Viral-t, mert hogy ö, magas szinteken a Radiation ugye egy bizonyos fajta tömegszabályozást ö, mutat be, vagy tömegszabályozást lehet vele elérni a Radiation Damage-ot, mert hogy egymásnak fordítja az ellenfeleket. Nos, amit láthatjátok, azért igen hatékony a kard minden szinten, egyes elemik ellen is, akik igazából például nem annyira érzékenyek a radiation damage-re, -ra, illetve a viral damage mégis tökéletesen működik ö, ellenük. Nos, ö, mi, mi maradt még? Ö, ja, maradtak még a heavy gunner eximusok, hogy láthassátok, hogy ezért is működik, de a lényeg annyi, hogy Uh, ugye a damage multiplier miatt, amit a vakításra szolgáló elemik, uh, vagyis a warframe uh, adnak, az a Sekora leg, tehát nagyon hatékony gyilkoló teszi. Vannak akik uh, ezt a kardot mondjuk gázsebzésre uh, hozzák ki, mert hogy a gázsebzés bágos a, uh, a warframe-en belül, és folyamatosan, uh, hogy mondjak, ahogy itt mondani szakták szakmában, hogy a folyamatosan, stekkelődik fel a damage -e, az ilyen különböző warfare amiknek vakító képessége van. Nem beszélve arról, hogy a Sekura Lekta egyszerre több ellenfelet is tud sebezni, ezáltal tényleg hatalmas sebzést kioszva adott idő alatt. Szóval érdemes, és pénzformulás tekintetében tényleg egy, egy 10 perc alatt gyakorlatilag 20-30 ezer kredit 10 perc alatt, és ez, ez, ha be vagy egy óráig, akkor rengeteg, rengeteg kreditet tud kiformulíthat kifarmolni. Itt láthatjátok már csak így poénból, mert hogy hát ez a Warframe, 135-ös Heavy Gunner Eximusokon mennyire hatékony, lehet, hogy van 5000-szer jobb kard, mint ez, lehet, hogy nem annyira fán, vagy nem tudom, szerintem úgy elég mók egy ostorral csapdosni az ellenfelet, de egy biztos, hogy nagyon-nagyon hatékony kredifarm, és ugye a Masteri rank, amitől ezt meg lehet kapni, nem, őszintesek veletek, nem vagyok benne biztos, hogy nagyos Masteri rangtól lehet már megkapni a Sekura t de lehet, hogy ilyen 12 környéki. A lényeg az, hogy az az a pillanat, ami, az az a masteri rang, amikor aztán rohadtul szükséged van kreditre, mert csak jönnek az újabb, ne újabb cuccok, és amit leszeretnél lesz gyártani, és a kreditre rohadtul szükséged van. És ezzel a karda gyakorlatilag bemész, és egy-két kör alatt el tudod intézni azt a, azt a bizonyos kredit Nos, srácok, ha még több warframe szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ajánlom szeretettel a Facebook oldalt is figyelem, mert rengeteg modolás van fönt, ha már itt jártunk, e, itt tartunk, és ilyen rengeteg más e, hír, illetve, e, hogy mondjam, játék kritika, valami olyasmi, amit ide Youtube-ra nem szoktam feltöteni álmot, megosztanék veletek, úgyhogy oda is lehet dobni egy like lájkot, halál nyugodtan. Én meg addig köszönöm a figyelmet, és a következő videóig. Sziasztok!